Köszönöm szépen, miniszter úr! Tisztelt képviselőtársaim, ugyancsak napi rendelőti felszólalásra jelentkezett Kóka János frakcióvezető úr, a Szabaddemokraták Szövetsége képviselő csoportjából a helyzetről címmel. Öné a szó, frakcióvezető úr. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr! Miniszterelnök úr, ön a hétvégi beszédében egy meglehetősen hosszú szöveget mondott el, hogyha jól számolom, szóközökkel együtt, mint egy 55 ezer leütés. Egy ilyen hosszúságú beszéd elmondásához több mint egy órára van szükség. Mégis ebben az egyórás beszédben mindössze egyetlen gondolat erejéig foglalkozott olyan kérdéssel, amely a kormányzat munkáját közvetlenül érinti, amelynek a kormányzat munkájában közvetlen konzekvenciája volna, ez pedig Horváth Ágnes leváltása. Miközben úgy érzem, hogy elérkeztünk egy nagyon fontos ponthoz, ahhoz, hogy föltegyük a kérdést, hogy miről kell, hogy szóljon a politika, és mi úgy látjuk, hogy ez nem személyi kérdésekről, nem kommunikációs tervekről, hanem programokról szól. Arról, hogy mit tudunk tenni az ország érdekében, vagy megpróbáljuk-e fenntartani a fenntarthatatlant, légvárakat építünk-e, próbálunk-e azt hazudni az embereknek, hogy hátrafelé van előre. Tisztelt miniszterelnök úr, azért kötöttünk koalíciót 2006-ban, hogy végigcsináljuk önökkel együtt a reformokat, amelyek nélkül az egészségügy, az oktatás, a versenyszféra ellehetetlenül. Volt egy koalíciós szerződésünk, amelyet 2006-ban kötöttünk, és volt egy kiegészítése, az a bizonyos harmadik melléklet, amely tavaly nyáron köttetett. És elfogadtunk közösen egy reformtörvényt meg annyi kompromisszum mellett. Nagyon sok kompromisszumot kellett megkötnünk annak érdekében, hogy szocialisták és liberálisok közösen kormányozhassanak tovább. Az SZDSZ eredetileg az egészségügyben egy liberális modellben gondolkodott. A koalíciós kormányzás azonban mindig kompromisszumokból áll, Horváth Ágnes tehát a kormánypártok közösen kidolgozott tervezetét terjesztette a parlament elé. Ezt a koalíciós pártok kétszer is megszavazták. Lehet nem szeretni Horváth Ágnest, de a miniszterasszony a koalíció programját hajtotta végre. Lehet persze a reformok folytatásáról is szónokolni, de a miniszterelnök most a már kétszer elfogadott törvény és a sok esetben szocialisták által kikényszerített kompromisszumok mögül hátrált ki. Mindeközben a legfontosabb probléma a beszéddel nem az, ami benne volt, hanem ami nem volt benne. Volt pénzügyminiszterek, egykori és jelenlegi jegybankelnökök, közgazdászok, vállalati vezetők mind ugyanazt mondják, reformok és a közteherviselés átalakítása nélkül nincs gyarapodás, akkor a tartós lemaradással kell szembenéznünk. Csökkentenünk kell az állami kiadásokat, csökkentenünk kell az adókat, csökkentenünk kell a vállalkozásokra rakott terheket. A mai nappal azonban világossá vált, megbicsaklott a kormányzati akarat. Gyurcsány Ferenc kihátrált a saját reformjai mögül. Elfogyott önben, miniszterelnök úr, az erő, a szándék, az akarat, a képesség az ország megújítására. Hogy ez a borzasztó populista népszavazás eredménye, vagy a közvélemény kutatások hatására alakult ki, nem tudjuk, de nem is ez a legfontosabb. Nekünk az a legfontosabb, hogy folytatódjon az a munka, amely megoldja az egészségügy, az adórendszer, a nyugdíj és a többi nagyrendszer máig megoldatlan problémáit. A miniszterelnök a szombati beszédével egyeztetés nélkül egyoldalúan felmondta a szocialisták és a liberálisok együttműködését. Azt mondta, nem kívánja, hogy azt a programot hajtsuk végre, amelyben közösen megállapodtunk, és azt mondja, leváltja azt a minisztert, aki ezt a közös kormányzati programot hajtotta végre. Gyurcsány Ferenc így voltaképpen a Gyurcsány kormány programjára mondott nemet. A miniszterelnöknek ehhez természetesen joga van, de mindezt nem lehet másképp értelmezni, mint hogy felmondta az együttműködésünk alapjait. A Szabaddemokrata frakció ezért azt javasolja a Szabaddemokraták ügyvivő testületének, hogy a ma esti ülésén döntsön az SZDSZ által delegált miniszterek és államtitkárok kormányból történő visszahívásáról április 30-ai hatállyal. A Szabaddemokraták eddig is az ország érdekében fontos liberális reformok érdekében maradtak a kormányban, és nem a hatalom miatt. A jövőben ugyanezért
a reformok következetes végigviteléért fogunk harcolni a parlamentben. Nem a bársonyosakért, miniszterelnök úr, mert olyanok nincsenek. Bársonyosak ezek a székek, de még ezeknek a székeknek az érdekében sem vagyunk készek lemondani a reformokért. Értelmezhetetlen számunkra, hogy az ön interpretációjában Horváth Ágnes menesztése a reform érdekében hozott áldozat. Úgy gondolom, senki nem veheti komolyan, hogy azzal segíti ön a reformot, hogyha a reformminiszterét leváltja. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm. Kérdez...